Halálos áldozata is van a viharnak, amely Litvánián söpört végig. A szél elektromos vezetékeket szaggatott le és fákat csavart ki. Több mint 1000 háztartás maradt áram nélkül. A 140 km/órás szél éjjel csapott le az országra. A Balti-tengeri Klaipeda kikötőjében teljesen leállt a forgalom, az Óváros utcái csaknem másfél méteres hullámok borították be, több autóra fák dőltek. Egy asszony akkor halt meg, miközben a buszmegállóban várakozott, és a bódé tetejének egy elszabaduló darabja agyonütötte.